Dombóvár méltóképpen fogadta egyik hazatérő olimpikonját. A polgármesteri hivatal és a Városi Sportszövetség által szervezett ünnepség bensőséges hangulatú, moderált élménybeszámolójának főszereplője, a város szülötte, nemzetközi szintű kiváló úszója Halmai Petra olimpikon volt. A mi lányunk, mondogatták, a művelődési ház egyik tanácstermét teljesen megtöltők, miközben érzelmesen és őszinte örömmel hallgatták Petrát, akitől nem csak kérdezni lehetett, hanem szelfizni is vele a végén. Az Egyesült Államokban tanuló edző, korábban Kaposvárt-Fehérvárt megjárt úszó onnét indított, hogy néhány évvel ezelőtt talán csak ő maga hitt abban, hogy teljesülhet gyermekkori nagy álma, eljuthat egy olimpiára. Sokan mondták, hogy nem jutok ki, meg hogy nem vagyok rá képes, viszont magamban mindig ott volt, hogy de én ott leszek. Tehát ez nem fordult meg a fejembe, 5 évvel ezelőtt se. Nehéz volt, nem volt ugyanolyan olimpia, viszont én úgy gondolom, hogy ez akkor is egy olimpia volt, és azért büszke lehet mindenki, aki kijutott és ott volt. Halmai Petra egy az olimpián most bemutatkozó új versenyszámban a 4x100 vegyes mixváltóban harcolta ki a tokiói szereplést. 2 fiú és 2 lány a váltóban, ő volt a mellúszó. A kvartett megtette magáét, ő is egyéni csúcsot úszott, de ez sem volt elég a nagyon erős mezőnyben az előfutamból való továbbjutáshoz. De ezt egyébként senki sem várta el most tőlük. Mondhatom azt, hogy nem az jött ki, aminek ki kellett volna jönnie, ezt nagyon picit sajnálom, de hát majd a következő. Petra jó helyen van Amerikában, ahol folytatja felsőfokú pszichológiai tanulmányait mesterfokon és az úszás szempontjából is. Mert hogy a mellúszás az, amelyben nagyon nehéz lefaragni tizedeket, századokat, ezredeket. Ehhez, ahogy mondják, specialista tréner kell, akivel a Covid miatt itthonról távirányításban dolgozott. Az edzem, igen, ő is mellúszó volt, ő is mellspecialista, és én tudtam, hogy van olyan jó kapcsolatom az edzővel, hogy bárhogy alakul ez az egész, meg fogjuk oldani, és nagyon szépen meg is oldottuk, úgyhogy nem szeretném azt mondani, hogy mi lett volna. Türelmes ő maga is e tekintetben, hogy 100-on, de leginkább 200-on egyéni versenyzőként is mielőbb kvalifikálja magát az elkövetkezendő világversenyekre. Mindig mondják, hogy a mellúszás az olyan úszás, hogy akár 10 évbe is beletellik, mire jól megtanulsz egy mellettúzni. Most én körülbelül 5 éve kezdtem mellettúzni, én úgy gondolom, hogy nagyon sok van bennem fizikálisan is, mentálisan is, és én olyan személyiség vagyok, hogy én nagyon szeretem feszegetni a határokat, úgyhogy én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem a fájdalom a legjobb barátom. Azért nem tudok számokat mondani, mert nekem 6 év, vagy másfél évvel ezelőtt még 6 másodperccel rosszabb időm volt, úgyhogy azért mondom, hogy még bármi megtörténhet. Én kint 200-ra edzek, és én úgy gondolom, hogy 200-on több van bennem, mint 100-on, tehát az izomzatom nem az a sprinter izomzat. 23.9 lesz, ha jól tudom, az álszín, tehát azt meg kell úsznom, hogy tudjak meg, hogy egyénibe tudjak indulni. Ez 200? Ez 200, igen. És a 100 az kiegészítő mellette, vagy az is azonos rangú lesz? 100 is, tehát ott is kell, hát egy 1,5 másodperccel nehezebb lesz az álszintet megúszni. Én azt mondom, hogyha a 200 sikerül, akkor szerintem a 100 is fog. Szeretné, ha egy váltó is még beleférne a későbbiek során a versenyzésbe, mert hogy ízig-vérig csapatembernek tartja magát. Edzője azt mondja, mind fizikailag és technikailag is sokat fejlődhet a remek vízfekvésű mellúszó. Én azt gondolom, hogy még sok van benne, tehát fizikailag is, technikában is lehet, ugye mindig változik, mindig megy a világ előre, és követnünk kell. Pszichológiai tanulmányai nagy segítségére lehetnek a mentális képzésben, ami fontos tényező lehet élsportolói pályafutása további kiteljesedésében is. Most végeztem pszichológia szakon, és azért is választottam, hogy esetleg tudjak magamon segíteni a továbbiakba. És én önszugesszió, meg egyéb? Igen. És én úgy vagyok vele, hogy azért tapasztalatok során azért sokkal több önbizalmam is lesz, meg sokkal bátrabban fogok kilépni. Jól bírta Halmai Petra, hogy Tokió utcáin járva kelve, mindenhol a pandémia miatti szigorral, bezártsággal, olykor gyanakvással találkozott. Az olimpiai faluban azért lazább volt az élet.
a faluba, tehát egy hatalmas falu volt, és ott volt konditeremtől elkezdve minden, tehát ott szabadon járkálhattunk. Világklasszisokkal is találkozott jövetmenet. Mi Jamaikával voltunk egy szálláson, tehát azért ott voltak a futók, akkor a franciák között az NBA játékosok, tehát azokkal is tudtam, volt lehetőségem beszélgetni, akkor a konditeremben Gyakovicssal csináltam képet, vele is tudtam beszélgetni, úgyhogy azért jó élmény volt. Még az idén lesznek világversenyek, amelyek közül legalább egyre szeretne eljutni. Most én nagyon számítok a novemberi rövidpályás Európa-bajnokságra, a decemberben lenne világbajnokság, oda szerintem az egyetemem se enged neki, mert ugye azért a sulit kellett közbe csinálnom, meg nem tudom, hogy milyen körülmények, vagy hogy milyen időkkel lehet oda kijutni még. Megvan a diploma, és most megyek vissza mesterképzésre. Halmai Petra az újabb példa, a nagyon magas szintű élsport és a felsőfokú tanulmányok összeegyeztetésére.